Nagyon sok szeretettel köszöntöm a heti helyzet kedves nézőit utoljára, legalábbis egyelőre, de remélem, hogy végleg itt az interneten, a weben, mert hogy jövő héten már megyünk vissza a jó kis stúdiónkba, de ezt a műsort még itt abszolváljuk. Önöknek állnak itt is Attilával, Csurka Gergővel és Szabó Bencével először a karantén heti helyzet történetében. Hello Bence, teraszon ülsz, azt látom. Hello, sziasztok! És már nekünk megsutat, hogy a balcsin vagy egy 3 hónapja gyakorlatilag folyamatosan. Így van. Hát irigykedünk egy picit, megmondom őszintén. Boldog nyugdíjas. Bemelegítésképpen csak mesélj el már nekünk 2 sztorit, mert amikor én hallottam, akkor nagyon hízott a májam őszintén szólva, hogy az rendben van, hogy te kardvívó olimpiai bajnok vagy, és ezt gondolom, hogy hallatlan népszerűséget is eredményez, de az elmúlt hetekben nem feltétlenül a Páston elért, nagyon, nagyon messziről indulok, eredményeid miatt lettél népszerű vagy ismert, ugye? Most nem tudod, mire gondolok. Nem. Hát mit meséltél Attilának, a szerkesztő kollégánknak, hogy hányan szólítottak meg, hogy a heti helyzet... Igen, ja, igen. Imádják Szabó Bencét. Ez egy érdekes volt, ebben egyébként nem csak én, te is benne vagy. Hát, tehát... ez most neked szól. Hát igen, hogy itt Siófokon és Szabadiba 2-szer is megállítottak az elmúlt 3 hónapban, hogy szoktuk nézni, és akkor büszke voltam magamra, hogy hát akkor biztos én rólam szól ez a történet, és hogy milyen jó, hogy valami riportot láttak velem, és akkor mondta a hölgy, hogy hát a heti helyzetet nagyon nézzük férjemmel, és imádjuk a műsort. És aztán volt egy másik, amikor egy ilyen gazdaboltba vásároltam, ahol meg az eladó mondta, hogy mikor lesz már újra heti helyzet, mert már nagyon várják. Marketingeseknek szóljatok, hogy ilyen vetőmag reklámokat akkor nyomják, mert a reach az kemény. Tehát a target group az megvan. Na jó, hát minden esetre ez zenefüleinknek, legyünk őszinték, és akkor még egyszer mondom, hogy jövő héttől már ismét a tévében láthatják a helyzetet. Na de kezdjük a mostani műsort. Lesz egy elég fajsúlyos témánk, George Floyd halálának hatása a nemzetközi sportéletre, mert az bizony elég markáns, de azért szeretném, hogy egy kicsit lazább témával kezdenénk. Mit szóltok ahhoz, hogy a Guardian az a magyar foci kupa döntővel foglalkozik. Szerintem egyébként erre még soha nem volt példa, ezt tegyük hozzá. Tagadhatna is a keblünk, mert egyfelől azt mondták, hogy nagyon klassz hangulat volt, de kaptunk egy kis megrovást, hogy bizony azt a 1,5 métert nem annyira sikerült betartani a szurkolóknak. Nem csak a Guardian. Az eredetileg jó ötletnek látszott, hogy szurkolók, de az teljesen világos volt a következő pillanatban, hogy az életben nem fogja betartani mondjuk egy B-közép, szóval ez egy nagyon, nagyon komoly idea volt, hogy hó, majd biztos a fiúk, majd 1,5 méteres, hát persze. De egyébként a 2 B-középet leszámítva volt egy kisebb B-közép, meg egy jelentősebb B-közép, veszett tisztességgel betartotta mindenki. Tehát ugye, hogyha körbenéztél a stadionban, akkor azt láttad, hogy majdnem ventilátoros példát hoztam, tehát nagyon becsületesen betartották a 3-4 széknyi helyet a nézők, tehát tényleg elszórva ültek. De hát az ultrák egyébként meg ilyenek, hát bevállalják, Istenem. De hát gondold el, hogy most egy honvéd mezőkövesen, most nem szeretném lenézni egyik csapatot se, de hát egy ilyen nagy nézettség, meg ekkora reklámot kapott, meg itthon is a televízió állandóan bemondta, hogy kupadöntő lesz. Én az elmúlt években nem biztos, hogy valamikor is leültem volna egy kupadöntőt megnézni, de így, hogy ennyire ki voltunk éhezve a futballra, és hogy végre egy-egy szurkolót is lehet majd látni, ezért megnéztem, úgyhogy hát ez jól sikerült, szerintem jól sült el. Az angolok csak irigyek. Hidd el, az angolok csak irigyek, mert még nem is játszanak, ha játszanak, majd nem lesz a stadion kinyitva, úgyhogy ezek csak sárgulnak, hogy nekünk már van honvédünk, mezőkövesdünk, meg szurkolom. Igen, hát a Monty Python jut eszembe, a hülye angolok, angol hülyék. Igen. Meg van a gyaloggalobban.
Hogyne. Azt azért mondjuk nagy tételben merném fogadni, hogy a mezőkövest szót most először írták le angol újságban. Tehát az... Igen, és még a... térképre került. Szerintem rendesen. Igen. Na, de egyébként tök jó hangulatú kupadöntő volt, ezt azért tényleg tegyük hozzá, úgyhogy nagyon rendben volt. Meg egy eszembe jut, amikor Nyíri Zolival beszélgettünk, amikor még csak illúzió volt, hogy lehetnek nézők a lelátón, ő mondta azt, hogy nem gondoljátok komolyan, hogy a szurkolók majd távolságot fognak tartani egymástól, tehát ő ezért tartotta ezt irreálisnak, mert hát valóban ez nehezen képzelhető el. Hát igen, ez olyan, mint amikor most azt hallom, hogy aki megjön mondjuk Olaszországból, most már ugye nyitva határ Szlovénia felől, annak karanténba kell vonulni a 2 hétre. Hát most ez gyakorlatilag ez hogy zajlik le? Tehát valaki megjön, és akkor magától elmegy karanténba. Hát ez ugyanaz valahogy, mint hogy a szurkolóknál is, hogyha ott nem ültetik őket 1,5 méterenként, akkor az hogy tartják be? Tehát ezek ilyen... Jó, hát ezt ugye tudod, hogy volt egy ilyen eléggé durva kép a berlini, az egyik nagyobb berlini színházban, hogy kicsavarozták a székeket. Tehát, hogy ugye a nézőtér az úgy van, hogy egy szék, mit tudom, 1,5 méteres távolság, 2, és így tovább. Az a vész, a stadionban hiába csinálod meg az útra, az magasról tenni fog rá. Tehát az ugyanúgy összekapaszkodva fog ünnepelni, ha kupát nyer a Honvéd. Most lehet, hogy a további napokban, most lehet, hogy békésebb idők jönnek, majd aztán a bajnoki cím ünneplésénél megint próbáld a 1,5 métert felfedezni a fradisták között. Hát, hogy csavarnák ki a széket. Ugye az állva szurkolásnak azért kultúrája van. Ja, Magyarországon is, meg a világon mindenhol. Tehát ott azért szépen egymás mellé állnak az emberek. Sőt, a klasszik szurkolók azok nem is tudnak ülve szurkolni. Tehát akik végig szurkolják a meccset, azok állnak. Na jó, hát mindegy. Te volt egy Juventus, vagy Újpest-Juventus meccs 70-es években valamikor, és a stadion igazgató, valaki akkor az igazgató volt, Verecki István, szegény meghalt már azóta, egyszer beszélgettem, és azt mondja, hogy hát akkor volt nézőcsúcs, több mint 33 ezer néző volt Újpesten. Egyébként 2-2-t játszott az Újpest, és sajnos azzal kiesett, mert Torinóban 0-0 volt, és kérdeztem tőle, hogy hát az hogy lehetett, hát hogy fért be a Megyeri útra 33 ezer ember, és hát azt mondta, hogy ott 33 ezer ember gyakorlatilag állt. Ha már Újpest, mit szóltok, hogy már nem Nyeboly Savignyevics a legrégebben regnáló edző Magyarországon, és jött helyette egy másik szerb? Hát engem meglepett. Én azt hittem, hogy a Roderick Düsátléval együtt fognak elsétálni majd Újpestről. Ez a páros úgy látszik, hogy most ez... Én egyébként nem tartom rossz szakembernek, de hát ugyanaz a vonal megy tovább, nem? Mert hát a másod edző az lesz az edző. Hát meleg helyzetben van azért az Újpest, de én szerintem azért annál jobb, hogy kiessen. Az eredeti kérdésre válaszol az Újpest játékát és jelenlegi keretét nézve, csak az, hogy nem mindegy? Nem, én annyit árnyalnék a kérdésen, hogy nem ugyanaz a vonal megy tovább szerintem, mert hogy ugye a Pedrag fél évig volt másodedző, és pont a Vigyevics miatt ment el, tehát olyan szakmai nézeteltérés volt köztük, akkor hogy, bocsánat, akkor hogy rosszak összeveszett vele, az csapott papot itt hagyott, és a Pedrag az, ha jók az információim, akkor a játékosok szemében egy nagyon elfogadott, pontosan azért, mert szakmailag is jó, és ami még fontosabb, emberileg is, hiszen Vigyevicsnek nem az volt a baja alapvetően, hogy rossz szakember volt, hanem hát nevezzük úgy, hogy nehezen értett szót a játékos az edzővel és az edző a játékossal. Hát mondjuk, hogy voltak emberi problémák vele. Ja, értem. Igen, hát olykor még ugye a kommunikáció is meglehetősen göröngyös volt. Na jó, ezt hagyjuk, akkor még egy picit a nagy tévánk előtt aktualitás. Teniszszövetség, ugye múlt héten? Lehet, hogy az előtti héten kitárgyaltuk, hogy nem lett Szuper Leventéből jégkorongelnök. Lesz hasonlóképpen nem teniszelnök Bardotki Kornélból? Akkor így kérdezem. Ezt Attila tudja, mert ő beszélt ott a mindenható emberrel tegnap. Jaj, de jó, hogy nem azt mondtad, hogy ezt én tudom. Kivel beszéltem? Mit tudsz? Hát nem a juhásszal? Ja, de juhásszal is beszéltem, mindenkivel beszéltem.
Nyilván én elég régóta rajta vagyok ezen a teniszvonalon, újságíró mi voltamból kifolyólag. Jelenállás szerint ugye egy akkora nevet dobtak be Lázár János személyében, amivel én nem vagyok biztos abban, hogy bárki vetekedni szeretne, tehát én inkább egy közös megegyezéses kibékülésre hajló megoldást látok június 12-én, mint azt, hogy egyébként egymásnak mennek a felek, és Bardóczky Kornél vs. Lázár János megmérkőzik egymással. De Lázár János már hivatalos jelölt? Nem, egyik se hivatalos jelölt. A Bardóczky annyit mondott, hogy ő szívesen beleállna, de ugye ahhoz, hogy hivatalos legyél, ahhoz jelölőbizottsághoz meg kell érkezzen a jelölésed. Én úgy tudom, hogy ez még nem történt meg. Ellenben a háttérben, hát nyilván, ahogy ilyenkor mindig minden egyes közgyűlés előtt, jelentős tárgyalások és egyeztetések folynak, zajlanak nap, mint nap. Igen, hát az... Arról azért nincs információnk, hogy most a Lázár János nevét bedobták, vagy ő valóban vállalná el, tehát én ezt legalábbis ezt így a sajtóból nem értesültem erről. Egyetértek Attilával, hogy vele szemben nem hiszem, hogy bárki is szembe menne, és hogy sansza lenne. Én azért tudok egy olyan nevet mondani, aki szerintem messze a legeslegjobb megoldás lenne, és még talán kettőt is tudok mondani. Tehát Taróczi Balázs például a versenyző múltja, az intelligenciája, a diplomáciai érzéke, a minden miatt ő lenne szerintem messze a legjobb megoldás. Még úgy is, hogy Barcelonában van pillanatnyilag. Várj, bocsánat, nem Barcelonában van, igen. A tiszteletbeli konzul Barcelonában. Nem tiszteletbeli, a rendes. Konzul, bocsánat, igen, tehát azt nehezen tudom elképzelni. Nem is vállalja egyébként, nem is vállalja. Tehát őt megkérdezték, nem vállalta. Nem. Jó, oké, az rendben egyébként van. Egyébként tök igazad van, Bence, én egyetértek. Tehát ő egy fajsúlyos személyiség minden szempontból. Ugye, most csak a vicces megközelítés az úgy szól, hogy ez a 3,5 milliárd, ez kb. 10 egész valamennyi dollár, esetleg a Aján Tamás most már szabad megkérdezhetnék, és akkor hát, ha ő behozza. Jó. Ez lett volna egy következő rövid tévánk, hogy itt, de akkor mi maradjunk ennél. Bence, ki a másik név? Hát a Markovics Lacit is úgy gondolom, hogy ő is a sportvezetői, a versenyzői múltja miatt, nyelvtudása, intelligenciája, minden miatt, sportdiplomácia érzéke miatt ő is egy kiváló megoldás lehetne. Tudjuk persze, hogy ott is azért más van. Tehát nem összeegyeztethető, tehát azt nem lehet, hogy Vasas elnök is valaki megtenisz. Csak én mondom, ezt a két nevet, én azt gondolom, hogy ez lenne a helyes megoldás, vagy hogyha ők szabadok lennének és el tudnák vállalni. Nekem egyébként nincsen bajom azzal, hogyha ad abszurdum. Egyébként én talán megerősíthetem, hogy valóban komolyan gondolja Lázár János. Én ugyan nem belebeszéltem, de a hírek azt mondják, hogy igen, és jelentősen tárgyal a háttérben. Én nem vetem el azt, hogy politikus vezető legyen, de jó vezető legyen. Tehát ugye itt a teniszszövetség élén bárki bármit mond, azért a számok azt mutatják, hogy Szűcs Lajos nem megfelelően vezette ezt a szövetséget. Ezek tények, ezzel nehéz vitatkozni. Tehát van olyan politikus, aki jól vezet szövetséget, van olyan ezek szerint, aki nem vezet jól szövetséget. Az meg sajnos kétségtelen, hogy a magyar sport ugye az elmúlt 70-80 évben mindig is ugye közel állt a politikához, és így a politikusok, vagy bizonyos első, másod, harmadvonalas politikusok mindig is ott voltak a sport közelében, hiszen mindaddig, amíg a magyar sport az állami csecsen lógott, meg ló jelenleg is, addig ez valamilyen szinten kikerülhetetlen. Szerintem a Bencét most megkérdezzük meg erről, hogy milyen az, amikor egy politikus remekül vezet egy szöveg. Igen. A Gergőnek sportoló volt. Ezt azért, tehát ott van a legnagyobb hiba, amikor viszont a politikusnak nincsen sportvezetői tapasztalata, vagy hogy mondjam, a sportban nem jártas, és a szakma megvezeti őt, vagy ő magának vindikál szakmai döntéseket. Tehát azért én azt gondolom, hogy a Szűcs Lajos esetében is én nem
a rossz indulatáról, vagy arról beszélnek, hanem az, hogy hogy hagyhatta azt, hogy mondjuk egy ilyen blödséget, hogy füves tenisz versenyt hozzanak ide Magyarországra, egy ilyenre bejelentkezik. Tehát ez szakmaitlan, én nekem az a tudásom ebbe a dologba, hogy a teniszes barátaimtól, edzőktől értesültem, hogy ez egy teljesen szakmaitlan döntés. Tehát ott van a baj szerintem, hogyha egy politikus nem csak azt a részét próbálja irányítani egy szövetségbe, amihez mondjuk neki van hatalma, vagy kapcsolatrendszere, hanem a szakmai dolgokba is vagy beleszól, vagy hagyja magát megvezetni. Mellesleg erre egyébként szerintem kiváló példa Kocsis Máté működése a kézilabda szövetség élén. Lehet Kocsis Mátét szeretni, nem szeretni. Egy biztos, hogy ő a szakmai kérdéseket abszolút delegálta, mint Pálinger Katinak, mint Nagy Lacinak, és gyakorlatilag ő szervezeti kérdésekben hoz döntést, mint politikus, és a szakmát meghagyja a szakmához értőknek. Valami ilyesmire gondolsz, nem? Hát igen, hát mindent felülír szerintem. Tehát az nem lehet egyszerűen vita kérdése az, hogyha van egy hagyományokkal rendelkező teniszcentrum, ahol már rendeztünk rengeteg salakpályás versenyt, ahol Temesvári Andreától kezdve Szávaiig, Novotna és különböző neveket sorolhatnék szerepelt, például most Márki Jenőnek a teniszcentrumára gondolok, és akkor nem ott rendezünk meg egy versenyt, hanem ehelyett... Autóparkolóban. Igen. Egyébként szerintem nagyon egyszerű összefoglalni a dolgot, tehát van olyan, akkor nevezzük úgy, hogy van olyan szövetségi vezető, aki politikus, a szövetség alapszabályainak, a jogszabályok betartása mellett törvényesen vezeti a szövetséget, és van olyan, aki nem, valamilyen úton, módon téved. Tehát konkrétan a Magyar Tenisz Szövetségben voltak olyanok, hogy hónapokig nem volt elnökségi ülés, miközben az elnökség hivatott dönteni. Születtek olyan szerződések, amit az elnökség nem hagyott jóvá, nemhogy nem hagyott jóvá, nem is tudott róla, amit két ember írt alá, egy főtitkár meg egy elnök. Tehát egyik vezette óránál fogva a másikat bizonyos érdek szövetségek mentén valószínűleg. Tehát amit Bence mond, tehát ekkora buflákságot, hogy egy évvel előre bevállalni egy füvespályás tenisztornát Wimbledon Seriesben, ami minimum 4-5 teniszpályát, füves teniszpályát jelent, hiszen csak úgy tudod lebonyolítani a pályát, nem egyen. Nem lehet fölépíteni. A parkolóba csinálják, az úgy, milyen. De az országban nincsen füvespálya, tehát nem lehet füvespályát csak úgy fölépíteni, mint hogy leteszem a salakot, azt odébb viszem, és máshol is leteszem ugyanazt a salakot, ez nem ilyen történet. Hát fölvonalazzák a Grupamát, és akkor az úgy mennyivel jobb. Hát igen, a Grupama stadion gyepe nem alkalmas erre. Nekik az jó lett volna. Na hát a következő heti helyzetben még nem fogjuk tudni kitárgyalni, hogy mi történt. Most pont számolgattam, mert ugye 12-e az péntek, mi 11-én fogjuk felvenni a műsort, de az azt követően már mindenképpen visszatérünk erre. És akkor most egy félmondatot még, Andi, és hagyd mondjak. Mondjad. Mert azt azért elmondanám, hogy és ez nem elvárás ezektől a politikus sportvezetőktől, hogy ilyenekbe döntsenek. És erre tudok mondani egy jó példát. A londoni olimpia után a parlamenti fogadáson miniszterelnök úrral beszélgettünk, és kérdezett engem, hogy hogy volt a vívó szereplés, meg hogy örül a Szilágyi Áron győzelmének, stb. És egyszer csak odalépett hozzánk a Magyar Vívó Szövetség elnöke, Csampa Zsolt, és hármasba beszélgettünk, és a vívó elnök úr egy picit elkanyarodott a szakma irányába, és a miniszterelnök úr azt mondta, hogy állj, te a szakmába soha ne szólj bele. Azt hagyd meg, nézd körül, itt vannak a nagybajnokok, itt a kulcságyőző, itt a Szabó Bence. Tőlük kérdezd meg, hogy mit kell csinálni. Tehát igazából nem elvárás az, hogy valaki beleszóljon és döntéseket hozzon szakmai kérdésekbe. Ezt a sztorit én vállalom, tehát ez így zajlott le. Az a baj, hogy túl sokat ülsz ott, akkor egy idő után azt gondolod, hogy már értesz hozzá, mert túl sokat beszélgetsz velük, és most már akkor te is tudod. Ez szokott általában a vége, amikor a végkezdete. Nézd, például, hogyha a tenisportákban mondjuk én egy valamilyen vezetői pozíciót
betöltenék, akkor először is vannak sportvezetői tapasztalataim, másodszor az életemben sokkal többet teniszeztem, mint amennyit vívtam. Az igen. Most már. Nekem ez már most jobb, mint a parád riposztod volt valaha is. Na jó, mi is fogunk majd még teniszezni, ahogy mondtam, de akkor most kanyarodjunk rá a heti nagy témánkra. Olyan túl sok időnk nincs rá, de egyszer nem is gondolom, hogy ezért erről órákat kéne beszélni, bár elképesztően szomorú és fajsúlyos kérdés. Ugye pontosan tudjuk, hogy mi történt az Egyesült Államokban. George Floyd áldozata lett egy rendőri erőszaknak, és ez valami egészen szokatlanul erős tiltakozás hullámot váltott ki, ami nagyon erőteljesen begyűrűzött a nemzetközi sportéletbe is. Egyrészt kíváncsi vagyok, most vonatkoztassunk el, hogy a FIFA mit gondol, ti mit gondoltok, hogy egy sportolónak joga, lehetősége van-e a véleményét magánnal a versenyen, vagy a mérkőzés kapcsán kifejezni, jó ez, vagy tényleg inkább nem kéne, és adott esetben mi lehet az oka annak, hogy még a FIFA is azt mondta, hogy legyenek most elnézők kivételesen a tiltakozó sportolókkal, lásd Liverpool futballmeccs, ahol letérdelve várták a kezdést, és a többi, és a többi. Tehát ez most nagyon keményen visszatükröződött a sportéletben. Igen, de hogyha most csak itt egy rendőri túlkapásról beszélünk, és az ellen tiltakozzunk, az egy más dolog, mint hogyha ebbe politikát viszünk. Mert hogyha most esetleg akivel ez történt, a Floyd, az fehér ember lenne, akkor is ugyanez történne, tehát ugyanúgy a Michael Jordan kiállna. Tehát most itt arról van szó, hogy most a rasszizmus van ebbe a történetbe, vagy pedig a rendőri erőszakról beszélünk. Ez is egy érdekes kérdés. A másik, hogy szerintem nem helyes az, hogyha egy sportoló ezt túlságosan belekeveredik a sport teljesítménye a politikai dolgokkal és a vélemény nyilvánítással. Egy sportolót azért szeressenek, mert jó sportol, nem feltétlenül állandóan a sport események közben ezzel kell foglalkozni. Az egy más kérdés, hogyha vége van a meccsnek, vagy nyilatkozik, vagy egy újságcikk, és ott erről beszél. Lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, ezzel a véleményem. Ez egy nagyon kóványos talaj, hogy hol húzod meg azt, hogy na, amit most a FIFA, nem véletlenül mondják azt, hogy eddig egy ilyen alaptiltás volt, hogy semmi ilyesmi ne legyen, mert ez elég ingoványos, hogy na jó, hát most ez még belefér, mert hát ugye mindenki érzi, hogy az így a karantén után, és ez tényleg iszonyú fölháborító. Zárójelbe jegyzem meg, volt egy nagyon érdekes cikk arról, hogy ez most speciál pont, sajnos egy fekete férfivel történt meg, de Amerikában a rendőri brutalitás a lényeg, nem pedig az, hogy... Tehát körülbelül ugyanolyan arányban ér fehéreket és feketéket, csak ugye ez most nagyon látványos volt egyfelől, de hát ennek egyértelműen politikai töltete van, tehát nem a rendőri brutalitás, hanem a rendőri brutalitás plusz rasszizmus miatt van ez az egész, és a sportolók ugye hol tudnak igazán látványosan demonstrálni, vagy kiállni bárki mellett, akkor, amikor ezernyi kamera mutatja őket, nem pedig akkor, hogy vagy megkérdezik a meccs után tőlük, vagy nem. De ez kétségtelen tény, hogy ez nehéz, mert nekem hirtelen az ugrott be, hogy annak idején a Milorad Csavicsot kizárták valamelyik úszó EB-ről, talán 2008-ban, amikor a Koszovó csatolás ellen tüntetett megnyerte az 50 pillangót, aztán fölállt, és így kinyitotta a tréningét, és akkor ott volt. Igen. Szóval mindig szerbiai marad, és hazaküldték. Tehát jó, az nyilván azért megint egy fajsúlyos, nem szabad így osztályozni, csak az, hogy az, ez most úgy láthatólan, úgymond, hogy az egész világ egy oldalra került ebben. Igen. Az esetben, és talán azért van az, hogy ez most nem megosztó, hanem mindenki egy jó ügyért gondolja fölemelni a szavát, és ezért mondták, hogy nyugi. Azért árnyalnám ezt a képet, mert számomra ez legutolsó sorban politikai kérdés, és az más kérdés, hogy a politika ráúszott erre a történetre. Tehát ez egy köztörvényes bűnözés, rendőri túlkapás, gyilkosság. Ugye ez egy bűnügy innen kezdve, és abban egyetértek Gergővel, hogy ez Amerikában valóban nem elsősorban csak fekete, hanem fekete-fehér, vagy általában szervezeti kérdés.
Aztán ugye van egy rasszizmus része, ami alapvetően egy társadalmi, kulturális és történelmi kérdés, és ma már azt gondolom, hogy ebben nem feltétlenül kell politikát belekeverni, hiszen talán a 60-as években, amikor ez politikai kérdés, vagy még régebben, ugye a még régebbi időkben, Ku Klux Klan, meg egyéb időkben, ugye amikor komolyabb atrocitások érték a feketéket, akkor valóban politikai kérdés, hogy dönt a politika, szegregál vagy nem szegregál. Ma már azért ilyen kérdés nincsen. De amikor ugye egy társadalmi kérdés van, és együtt vonul a fehér rendőr a feketével tüntet, ugye összefogtak többen és együtt vonultak, akkor arra már bizony ráúszik a politika, különösen akkor, amikor egy amerikai elnökválasztás évében vagyunk, és különösen akkor, amikor az amerikai elnök, hát hogy is mondjak, finoman fogalmazva, hát nem feltétlenül... Nem a szellemtörténet óriása. Igen. Tehát... Jó, de ennek is van az éremnek egy másik oldal, mert valamelyik reggel pont a Georg Spötlének az elemzését néztem, és azt mondja, hogy azért azt is nézzük meg, hogy miért van ez Amerikában. Azért, mert ugye Amerikában mindenki fegyvert hordhat, Amerikában elfognak egy bűnözőt, az még egyáltalán nem az van, hogy rögtön összetett kézzel letérdel és megadja magát, hanem visszalőhet, kőkeményen kell fellépni velük szembe. Tehát azért a rendőri oldalról is nem védem ebben az esetben egyáltalán, mert tényleg ez látszott a képeken is, hogy gyakorlatilag kivégezte az embert, de azért ezt a részét is vizsgálni kéne, tehát hogyha a politika beleavatkozik, akkor egy kicsit nem ártana arról is beszélni, hogy miért van az, hogy minden második embernek shotgunja van Amerikában. Jó, oké, szerintem kanyarodjunk vissza a sport részéhez. Igen. Ha te véleményt, valahogy azért hozzunk egy ilyen konszenzus, hogy mondjátok-e sportoló, szegény MLS a lehető legrosszabb ütemben részesítette meg rovásban Tokmakot, ugye a Fradi játékosát, aki szintén feliratot helyezett el a trikóján, és azt hiszem 2 órával később jött ki a FIFA állásfoglalás, hogy ezt most nem kéne nagyon bántani. Jó, ez egy szerencsétlen időzítés volt, de az a kérdés, hogy ilyennek helye van-e? Egyébként Gergő, amit mondtál, abban a részben igazad van, de a közösségi média elterjedésével már a sportolóknak abszolút megvan a lehetőség. Nem kell arra várni, hogy oda dugják a mikrofont, mert ott az Instagram, meg a Facebook, meg a Twitter, meg bármi, és egy pillanat alatt el lehet jutni akár több millió emberhez is. Tehát nem feltétlenül csak magán a meccsen lehet attrakciókat. Igen, de ebben az is benne van, hogy egy picit tudod, hogy én tudom, hogy ezt nem szabad, de én most dacolok a szabályokkal, mert hogy csak azért is megmutatom. Én azt gondolom, hogy pont azért van ez, hogy ezt ha lehetőleg ne, hogy ebből ne legyen semmi. Zárójelben mondom, a nemzetközi szövetségek azt hiszem a többségük ezért is szeretné tiltani, hogy például a sportolók ne vigyenek maguk a zászlót egyáltalán az eredményhirdetésekre, mert ki tudja, hogy egyszerűen nem csak nemzeti szín, hanem megfordítja, és valami rá van írva, úgyhogy ettől mindenki irtózik. Tehát ez, ahogy te mondtad, ez egy ingoványos talaj, tehát ez jobb világosan inkább megtiltani, mint azt mondta, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, mert ugye ez a mezlekapás is egy olyan dolog, hogy mindegyik tudja, hogy ez tilos, de ott abban a pillanatban azért csak megcsinálják, és ez egy picit persze sokkal erőteljesebb téma, de ez is olyan, hogy tudja, hogy ez tilos, hogy tudja, hogy ebből lesz valami, de azért mégis próbára teszi. Hogy a kinyírnak egy hongkongi tüntetőt véletlenül, és akkor az iránt is elkezdenek tiltakozni majd, és akkor a FIFA mit fog mondani, hogy ezt már nem? Hát ezt már nem, és hát ugye emlékszel, hogy volt az a totál ingoványos történet, amikor a Houston Rockets tulajdonosa bedobott egy tweetet, és ettől gyakorlatilag az NBA dollár 10 millióba mérhető kárt szenvedett a kínai piacon, tehát pont ez a lényeg, hogy most mondod, hogy oké, a Floydot lehet, és mondjuk Hongkong mellett, mert az is egy olyan, hogy azt mondom, hogy hát ne haragudjanak, milyen alapon nyomják el őket. Hát valószínűleg itt ennek a brutalitásnak a mértéke az, ami kiverte a biztosítékot. Én egyébként azon a oldalon állok, hogy ha az a kérdés, hogy sportversenyen a sportoló politikai, tényleges politikai üzeneteket küldözgethet-e, akkor azt mondom, hogy nem. De én továbbra is azt mondom, hogy ez ugye egy olyan brutális cselekedet volt, ami olyan szinten rázta meg a világot, hogy
Itt azért de talán az átesett arra, hogy el tudom fogadni, hogy Tokmák fölhúzza a trikóját. De tudod miért egyébként, mert megvan videó. Tehát ha ez nem lenne meg videón, akkor nem lett volna ekkora. 8 percig nézed végig. Mert akkor az amerikai napi vagy heti 10-ből egy. Igen, egyébként igazad van. Tehát ez is, hogy ez körbefut egyébként a közösségi médián, és mindenki megnézi, ez sokkolja a világot. Így van. Hát ez is történt. Na jó, reméljük, hogy azért hasonlóra a közeljövőben nem kerül sor, akkor nem is kell ilyen témákról beszélgetnünk, Bence. Ezért lenne jobb azt szerintem, hogy visszakanyarodva az előző témához, hogy a politikusok maradjanak a politikánál, a sportolók meg a sportnál, és akkor nem történnek ilyen dolgok. Jó, de azért a sportoló is ember, annak lehetnek gondolatai, lehetnek érzései, ezzel én egyébként nem értek egyet. Az, hogy a sportpályán ne az oké, az, hogy úgy értettem, persze, igen, úgy értettem. Az a megyés. Nem civil ember, meg magán, persze. Igen, azért az véleményformáló, és nem baj feltétlenül, hogyha szeretett, ismert emberek véleményformálnak, főleg ha jó ügy érdekében, azt gondolom, hogy ezt... Csak itt is nagyon keskeny a mesdje természetesen, hát ezen kell valami. Erre mondom azt, hogy Bencének igaz, hogy politikusok maradjanak a politikánál, körbenézel, hogy mi vagy a politikában, és azt mondod, hogy te jó ég, hát kinek kéne ott maradni, hogy ez menjen. Micsoda végszó, micsoda végszó. Na, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb, még egyszer mondom, már a stúdióban várunk titeket sok szeretettel, mert a heti helyzet innentől kezdve visszaköltözik. És aztán novemberben ugyanígy majd a második idején. Nem ülünk. Már nagyon várjuk, hogy ott legyünk a stúdióban. Már rutinosan le stúdióba fertőtlenik. Hullámra, ha lesz, de reméljük, hogy nem lesz. Heti helyzet viszont lesz, jövő héten már a TV2-en. Köszönöm, hogy néztek minket, viszontlátásra. Sziasztok. Viszontlátásra, sziasztok. Köszönjük. Viszlát.